Békesség Istentől imádkozzunk. Ami segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akaratja szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére a 167-es számú éneket. A 167-es számú ének így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága. Tírusnak és Szidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet
ítélet napján, hogy nem néktek. Te is, Kapernaum, aki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni, mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, amelyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna. De mondom néktek, hogy Sodoma földjének könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogy nem néke. Abban az időben szólván Jézus mondta, hálákat adok néked, Atyám, mennek és földnek, Urat, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentette. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Minden néken adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztat titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeitekben. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Mondjuk el együtt fennhangon bűnvaló imádság. Úristen, örökké való és mindenható Atyán, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónosod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Úrunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minél. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyám, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást veszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül, hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által, mikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyet foglalva énekeljük a 349-es számú ének első és második versét. Az ének alatt a gyermekek átmehetnek az imaterembe. A 349-es számú ének így kezdődik. A csillagos égnek seregei ott fel. Yeah.
fiánka Jézus Krisztusban, téged dicsérni, neved magasztalni, minden keresztjének, sőt, minden teremtménynek dolga kötelessége ezen az egész világon. A fák, a füvek, a virágok is, növények, állatok egyaránt, s mi, kikbe lelket adtál, dicsérettel tartozunk mindazért, amit ezen a világon gondviselő szeretetedből, irgalmatból, kegyelmedből megélünk és megtapasztalunk. Milyen jó hallgatni a madarak énekét, lombok susogását, milyen jó elgyönyörködni a teremtés meg annyi csodájában, és milyen jó, amikor lelkünk mélyén felfakad egy-egy dallam. Van, hogy szomorú, van, hogy bánatos, van, hogy vidám és örömmel teli. Mindegy, hogy éppen a lelkünkben milyen egyéb gondolatok vannak, a lényeg, hogy megszólaljon az ének hangján is, dicséretmondás hangján a rólad szóló dicséret. Munkában, pihenésben, minden dolgunkban, légy ott a gondolatunkban, járd át az elménket, hogy annál kevesebb hely maradjon mindannak, ami rossz, ami tőled és embertársainktól elválaszt, vagy éppen rosszat tesz embertársainknak, a teremtésnek. Add, Urunk, hogy most is ez Isten tiszteleti órában teljünk meg a dicséret hangjával. Az ígén keresztül taníts, imádságokon keresztül hozzád közelíts. Az ének hangjaival hadd kapjunk szárnyat felül emelkedni ezen a világon, mindazon, ami bennünket lehúz, vagy éppen eltemet, hogy hozzád kerüljünk közelebb, és ha lehet, ott is maradjunk, legalább ideig, óráig, élvezve közelségedet, megtapasztalva atyai szeretetedet, a mi Urunk Jézus Krisztussal egy közösségben, akiért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Isten ígéjének a hallgatására készüljünk a 349-es számú ének 6. versével, Uram, ezer nyelvek kellenének számba.
írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 19. részének 37-től 40-ig terjedő verseiben. Lukács Evangélium a 19. részének 37-től 40-ig terjedő verseiben. Így szól Isten igéje. Mikor pedig immár közelgette az olajfák egyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdi dicsérni az Isten, fennszóval mind azokért a csodákért, amelyeket láttak, mondván: áldott a király, ki jő az Úrnak nevébe, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki: Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat! És ő felelvén mondanéki: mondom néktek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Mondom néktek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ez Isten igéje. Énekeljetek az Úrnak. Ennek a mai vasárnapnak ez a vezér gondolata és igéje. Az énekről van hát szó, az énekről, ami mindannyiunk életének része. Akár van jó hangunk és hallásunk, akár nincsen, akár tanulunk énekelni, akár nem, akár szeretünk énekelni, akár nem. Mindenképpen ott van, jelen van az életünkben, nem csak egy-egy vasárnap délelőtt, amikor ugye az Isten tiszteletnek kötelezően része az éneklés, hanem minden nap hallunk emberi éneket, ember hangot halljuk zeneszerszámoknak a hangját, de hát halljuk a bennünket körülvevő természetet. Ezer hangon énekel, meg annyi dallam szólal meg nap mint nap az életünkben. Ha valaki kinyitja a Szentírást, mindjárt a legelején, ott, ahol kezdi felsorolni a foglalkozásokat legelőször a Szentírás, második helyen ott találjuk Judát, aki a mindenféle síposoknak és lantosoknak az ősatja. A foglalkozások között másodikként van megemlítve a zenész. Ha valaki egy kicsit utána néz a Szentírás könyveinek, a réges-régi iratoknak, akkor azt találhatja, az interneten már ezt meg lehet találni, hogy az írásnak a legrégebbi része, legalábbis ezt mondják a Biblia kutatók, Debóra éneke. Ott találjuk, amikor Mózes átkel népével a Vörös-tengeren, Debóra, aki proféta nő, dicséretet énekel az Úrnak, és azt mondják a Biblia kutatók, hogy ez a Szentírásnak a legősibb szövege. Ősidőkből maradt fent ember emlékezetet megelőzően keletkezett. Ugyanilyen ősiek, régiek, például a sirató énekei. Van olyan dallamsor, van olyan szöveg, ami valahonnan a múlt homályából öröklődött, ami ha csak meghallja az ember, már összeszorul a szíve és érzi és tudja, hogy a gyásznak, a veszteségnek, a fájdalomnak a hangjai szólalnak meg benne ezek a sirató énekek. De hát tudjuk azt, hogy régtől fogva nincs ennek sem ideje meghatározva, hogy mikortól az Isten tiszteletnek, az Istennel való együttlétnek ugyancsak elválaszthatatlan része az éneklés. Legyen az Ószövetség
idejéből vett, vagy legyen a római katolikus egyházból, vagy az ortodox egyházból, hiszen előbb voltak, de a református egyház kezdettől fogva pártolta és gyakorolta az éneklést. Az énekben, az emberben valami több fogalmazódik meg, mint amit szavakkal el lehet mondani. Több úrt penget meg az ember lelkében az ének, mint amit prózával vagy verssel az ember megfogalmazhat. Ha most megkérdezem a gyülekezetet, hogy mennyeknek országát, az Istennel színről színre együtt lévő üdvözülteket, mennyei teremtményeket, hogy képzeljük el, akkor lehet sok minden megfogalmazódik bennünk, vagy ahányan vagyunk, annyiféle kép jelenik meg számunkra a mennyeknek országáról, egy dolgot biztosan mondhatunk. A mennyeknek országában ének szó van. A mennyországban Istent dicséri. Zeneszerszámokkal és énekkel, ez le van írva a Szentírásban, körülbelül ennyi, amit biztosan kijelenthetünk a mennyországról, hogy ott dallamok vannak, ének van, hogy hogy hangzik az, milyen a szeráfoknak az éneke, az angyaloknak az éneke, az üdvözülteknek az éneke, azt mi nem tudhatjuk. Tudhatták egyszer a pásztorok Betlehemben, kint a mezőn, amikor megnyílt az ég, és angyalok jelentek meg, és dicséretét zenték az Úrnak. De olyan dallamok lehetnek azok, ami túl szép az ember számára. Ősidőktől kezdve próbálja az ember megfogalmazni belső gondolatait, érzéseit, és leginkább túlcsorduló érzéseit az ének hangjával. Próbáljuk meg elképzelni azt, hogy egy édesanyja nem énekel a gyermekének. Próbáljuk meg elképzelni azt, hogy egy szerelmes ifjú nem akar, legalábbis nem biztos, hogy tud, de nem akar legalábbis énekelni a szerelmesének. Próbáljuk meg elképzelni azt, hogy egy temetés alkalmával némaságban búcsúztatjuk a szerettünket. Minden sorsdöntő, felemelő, szívünket, lelkünket megmozdító élethelyzetben ott van a helye az éneknek. Hogy ne lenne ott egy Isten tisztelet alkalmával, amikor azért gyűlünk össze, mert ebből a világból, földi sorsunkból, hétköznapi önmagunkból ki akarunk lépni, felül akarunk emelkedni, valamivel többet keresünk, többet vágyunk, mint amit egyébként az életünk nyújt. Itt Istennek házában, e falak között megpróbáljuk az emberileg lehetetlen Istennel egy közösségben lenni. Abból a mennyeiből, a láthatatlanból, a túlvilágiból valamit mégis megérezni, átvenni, áldásképpen, ajándékképpen Istentől elfogadni. És mint Jákob lajtórjája, mint mennyei grábics, nyúlik le az égből az éneklés lehetősége, hogy az ének szárnyain, lépcsőfokain föl tudjunk lépni egészen Isten közelébe. Templomi éneklésben az a szép és az a jó, hogy az orgona hangjával, a gyülekezet hangjával bárki egybe kapcsolódhat. Aki egyébként szégyenlős, aki egyébként úgy gondolja, hogy az ő hangja nem méltó arra, hogy kitűnjön, hogy messze hallatszódjon,
az is bátran énekelhet együtt a sokaságban. Mert a sokaságban összevegyül a hangunk, egyé válik a hangunk. És mindenki egy hangon, egy akarattal közösen dicsérheti és magasztalhatja az Isten. És nem számít, hogy fiatal, vagy idős, hogy vékony, vagy vastag az a hang, az a lényeg, hogy együtt legyünk. Hogy együtt tudjunk Istenre figyelni, együtt akarjuk és tudjuk Istent dicsérni. Miért fontos ez? Egy rövid jelenet mutatódott meg a felolvasott ígében. Amikor Jézus virágvasárnapján vonul be Jeruzsálembe, az emberek, a tanítványok, a sokaság az út két oldalán dicsérik, áldják Istent, nyilván énekszóval. A farizeusok, mert nekik meg ez a dolguk, meg ők ilyenek, kérdőre mondják Jézust, miért engedi, hogy ilyen tisztességet tegyenek neki, hogy énekszóval dicsérik őt és Istent. Egyaránt csak azt mondja Jézus, ha elhallgattatnám őket, hogyha elhallgatnának, akkor a kövek szólalnának meg. Isten dicsérete elválaszthatatlan része a teremtésnek. Nincs olyan a világon, hogy ne dicsérnék Istent. Nincs olyan a világon, vagy nem szabad legyen olyan a világon, hogy ne dicsérjük Istent. Mert ha mi nem dicsérjük, akkor mások dicsérik. És ha nincs ember, aki Istent dicsérje, akkor megszólalnak a kövek. És szólnak a növények, és szólnak az állatok, szól az egész teremtés, csak olyankor jaj az embernek, amikor nem tud megszólalni, vagy nem akar megszólalni. Amikor elrejtőzik Isten szín elől, tudjuk, Ádám és Éva tett így a bűneset után, amikor úgy gondolja, hogy nincs hang a szájában, nincs ének a lelkében, amivel Isten dicsérhetné, nagy baj van a világban akkor, amikor nem akarjuk, vagy nem tudjuk Istent dicsérni. Legyen az szomorú, sirató ének. Legyen fájdalmas, panasz kiáltás, Istenhez szóljon. Legyen dicséretmondás, legyen könyörgés, legyen hálaadás, Istenhez szóljon. Nem csak templomban és nem csak Isten tiszteleten lehet és kell Istent dicsérni. Ha megnézzük népdalainkat, amik szintén valahonnan az ősiségből, nem tudjuk milyen letűnt történelmi korokból vannak együtt velünk, vagy legalábbis jó részük, ott van velünk, szinte kivétel nélkül mindegyikbe, az Isten dicséret kimondva, kimondatlanul. Isten nevével, vagy a természettel, valamilyen módon mindenképpen, és ott van az a fölemelkedett, magasztos, Istenhez kapcsolódó pillanat, hogy meg kell szólaljon a belső hang. Valamilyen énekben kell kifejezzem azt, hogy Istenhez tartozom. Hogy hálát adok, hogy belém lelket adok. Hiszen halljuk Jézus szavaiból, Máté evangéliumából idéztem. Abban a korban még, s talán a velem egykorúak és nálam idősebbek elmondhatják, hogy a mi gyermekkorunkban még egészen természetes volt, hogy a játékainkhoz, az együttlétünkhöz is hozzátartozott az ének. Akárhány gyermekkori, óvodáskori vagy iskoláskori játékot, együtt létet tudok felidézni, énekek kapcsolódtak mindegyikhez. Ma már kevésbé tudnak a gyermekek énekelni. Az iskolában az énektanulás nem fontos,
mert helyette van fontosabb, nem tudom, mi lehet fontosabb, hiszen 100 évvel ezelőtt már Kodály Zoltán nagy-nagy tanító megmondta és megtanított bennünket. Az ember élet, és így a tanulásnak is az egyik legfontosabb eleme az ének. Nem fontos. Vagy úgy fontos, hogy megkapja az a gyermek azt a kis szerszámot, amivel le lehet mások énekét játszani. És elégedjünk meg azzal, hogyha halljuk másoknak az énekét. Tényleg elég? Tényleg elég, ha mások énekelnek? Ha mások dicsérik az Isten? Elég, ha mások mennek el helyettünk templomba? Elég, hogyha másnak szép hangja van, vagy más veszi a bátorságot, hogy legalább a gyülekezettel együtt énekelje? Tényleg meg lehet elégedni azzal, hogy másokkal történjenek a dolgok, mi pedig kívülálló szemlélői legyünk. De hát akkor oda jutunk, hogy az életet is csak kívülről szemléljük. Távolról nézzük, ahogy telnek, múlnak a percek, és elmúlik az élet nélkülünk. Én úgy gondolom, méltó helyünk van ezen a világon, hiszen az Úristen azért küldött bennünket, hogy megtaláljuk a helyünket. Ebben a helykeresésben és találásban igen jó segítségünkre van az ének, amivel a napjainkat szebbek ki, fájdalmainkat, gondjainkat, bajainkat könnyebbé tehetjük. Ne szégyelje hát senki közülünk, hogyha akarva, akaratlanul munka közben, pihenésben, utcán járva kell, egyszer csak egy ének jön a szájára, s maga talán észre sem veszi, csak mások, hogy dúdol, énekel. Ne szégyelje senki, hogyha a hangja nem felel meg akadémiai elvárásoknak. Nem az a fontos, hogy külsőleg hogyan hangzik az az ének, belül jöjjön szívből és lélekből. És nincs az a nehéz élethelyzet, nincs az az emelkedett pillanat, amikor az ének segítségével ne tudnánk Isten trónusához közelebb kerülni. Ragadjunk meg hát minden lehetőséget. Legyünk énekkel teli, Isten közelében mindenkor dicséretet mondó teremtmények. Amen. Válaszoljunk az ígére a 349-es ének 7. versével. Felej kételkedő, kimenj dörög ott fel.
Istenünk, teremtett voltunknak nagy ajándéka, hogy a szavak mellett megtanítottál bennünket énekelni, és megtanítottál mindenféle zeneszerszámoknak a használatára. Az egészen kicsi gyermek is rögtön odafigyel, ha valami csörgést hall, vagy különösen, hogyha az édesanyja énekel neki. Hozzá tartozik gyermekségünkhöz az éneklés, az ének utáni vágy, és hozzá tartozik gyakorlatilag minden fontos mozzanatához az életünkhöz. Megszólal bennünk az ének, és megszólal körülöttünk ezer hangon. Csak amikor gondjainkban, bajainkban elmerülünk, vagy amikor éppen bűneinkben vagyunk, akkor nem figyelünk és nem akarunk éneket hallani és énekhez kapcsolódni. Mert a veled való együttlét az dicséretmondás, mert a hozzád való vágyódás az vágyódása annak az égi hangnak, ami ott szól fenn a mennyeknek országában, amit csak sejtünk a lelkünk mélyén, hogy milyen gyönyörűséges lehet, és várjuk is, zeneszerzők próbálják megfogalmazni évszázadok és évezredek óta azt a harmóniát, azt a rendet, ami ott van fenn, te nálad, és amit itt lent a földön az ének hangjai próbálnak meg visszaadni. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megtanítottál bennünket fájdalmasan énekelni. És engedett, hogy lelkünk terhét, kínját, szenvedését, a gyászt, a fájdalmat így tudjuk magunkból kiadni, kísérni, kiénekelni. Hiszen látod most is, fájdalommal gyászzal állnak itt előtted annyian. És milyen jó együtt az énekben feloldulva engedni, hogy a gyász Isten dicséretté alakuljon. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megtanítottál bennünket dicséretet mondani. Hogy amikor úgy érezzük, hogy kevés az emberi szó, amikor többet akarunk kifejezni egy-egy már ismert szónál, akkor énekelhetünk, és elmondhatjuk örömünket, emelkedettségünket, elmondhatjuk hálánkat és dicséretünket, és olyan jó azt gondolni, hogy az ének hangjai talán még az imádságnál is gyorsabban szállnak te hozzád. Add, Urunk, hogy tudjunk énekelni. Tudjunk minden élethelyzetben. Úgy, ahogy éppen a szívünk, lelkünk diktálja, hogy kijön belőlünk, és ne azzal törődjünk, vajon mások hallják-e, és mit gondolnak rólunk. Csak azzal, hogy előtted minden bizonnyal kedves. Minden szívünk, lelkünk mélyéről fakadó dalla. És megnyílik az ég, és onnét felülről áldást adsz viszonzásul az ének hangjaiért. Engedd hát, Urunk, hogy tovább szóljon az ének Isten tiszteleteken, szent házaidban, hiszen nincs is szomorúbb annál, mint amikor a templomok elnémulnak, amikor már nincs, aki énekeljen egy-egy Isten tiszteleti helyen. Engedd, Urunk, hogy szóljon az ének betegágyaknál, ahol minden bizonnyal hozzá segít a gyógyuláshoz, a megkönnyebbedéshez, ha az ember énekszót hall, vagy maga is énekelhet. És engedd az
az éneket szólni mindenhol, ahol csak szükség van, hogy az ember lelke hozzád közelebb kerüljön, hogy korlátok tűnjenek le, hogy feloldódjunk a veled való közelségbe. Áld meg és szenteld meg az éneket, Urunk, hogy tudjunk egy akarattal együtt énekelni, hogy gyermekeink, az elkövetkezendő nemzedékek is megtanuljanak és tudjanak énekkel dicséretet mondani. És így is hirdettessék háromszor szent neved dicsősége, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, most és mindenkor. Amen. Csendesedjünk el, s kiki lélekben vigye könyörgését Isten szín elé. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezet a hirdetését. Először is emlékezzünk kegyelettel néhai Turi Józsefné született Újhelyi Mária testvérünkre, aki 67 évet élt, és akit múlt vasárnap kísértünk utolsó földi útján. Szeretteit vigasztalja Isten ígéjeit, és most Ézsaiás könyvéből. Így szól az Úr, megváltód és alkotód anyád méhétől fogva. Én vagyok az Úr, aki mindent cselekszem, aki az egeket egyedül kifeszítem, és kiszélesítem a földet magamtól. Hirdetem, hogy szombat délben emlékharangszól majd néhai szegedi Józsefné született Csurka Margit halálának első évfordulóján fiai és családjai kegyeletes megemlékezéséül. Isten vigasztaló szent lelke legyen az emlékezőkkel. Hirdetem, hogy szeretettel hívom és várom ma 7 órára az ifjúságot, csütörtökön 7 órára asszony testvéreimet, Lidia órára. Hirdetem, hogy az elmúlt hét folyamán Karabinos Attila fizetett 75 lej egyház fenntartói adományt. Az adakozásra gyülekezett áldozatú szeretetébe ajánlom, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. A 349-es számú ének 8. versét énekeljük, Uram munkáitól díszen dicséretem.
vallást, ami hitünkről, mondjuk el az egyetemes keresztjén egy házhit vallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra készül a 90. Zsoltár első versét énekeljük.